Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a kedesti sorozatunkat, az pedig haszid történetekről szól. Folytatjuk a történeteket az 5. Lubavicsi rebéről, Rabbi Shalom Dovber. Most van egy különbség, amikor beszélünk a korábbi haszid mesterekről, és ahogy beszélünk a későbbi haszid mesterekről. Mert a könyvnek az írója, Falekán, ő személyesen ismerte az 5. rebét, Rabbi Shalom Dovber, Reber a Sábat. És ezért nem csak olyan csodatörténeteket ír róla, hanem ilyen érdekességek az életéről, amit látott, hogyan viselkedett, hogy lássuk, hogy egy Rebbe hogyan viselkedik. Szóval ezek nagyon szép történetek, amiben nagyon sokat lehet tanulni, de nem mindegyikben van egy ilyen, amit megszoktunk, egy ilyen csodarabbi történetek. A következő történetet írja, hogy 1913-ban volt egy Farberengen, haszid összejövetel, és a 6. Rebbe, Rabbi Yosef Yitzchak mesélte a következőt az apjáról. Azt mondja, hogy egyszer voltak egy kertben, egy nagyon különleges kert valahol Franciaországban. Azt mondja, olyan különleges volt, úgy tűnik, hogy ez valami melegház, úgy, hogy télen is volt a gyümölcs, gondolom, hogy ez ilyen benti, nem kinti, nem a szabadban volt. Azt mondta, narancs is volt ott a fán, szóval valami nagyon különleges. És azt mondja, és voltak ott olyan ilyen kis, mit tudom én, ilyen sátrak, kis házikók, és volt olyan, ami jelölve volt, hogy melyik király uralkodó, ha ide jön, ide szokott ülni. És ezek olyan sátrak voltak, hogy jött egy bizonyos király, egy bizonyos császár, akkor neki megvolt az ő helye, és nem nagyon engedtek oda más embereket. További dolog azt mondja erről a kertről, hogy ide nem volt szabad bejönni cipőben, hanem a bejáratnál le kellett venni a cipőt, és valami kerti cipőt kellett felvenni, ez pedig a tisztaság miatt. A probléma ott volt, hogy mondja a 6. Rebbe az apjáról, vagyis a Rebbe Rasab nem akart ezt a cipőt felvenni, gondolom ez papucsféle lehetett, azért, mert tartott attól, hogy talán ez a sátnez miatt tilos. Ugye a sátnez, ez azt jelenti, hogy van egy olyan ruhadarab, ami len és gyapjú keveve van, akkor az tilos, a Biblia tiltja annak, hogy azt felvenni. A Biblia tiltja azt felvenni, és ezért az apám nem nagyon akart azt a papucsot használni, és azt mondja, jó, adtam egy kis, egy plusz borravalót az őrnek, és akkor megengedte, hogy maradjon rajtunk a mi cipünk, de
valahogy rátettünk valami fehér valami, és így nem lehetett látni, hogy ez nem. Gondolom, hogy a papucs az fehér papucs volt, ha jól értem. Akkor valamilyen fehérre letakarták a cipőket, és akkor így nem látták, hogy a Lugalics Rebe a rendes cipőbe jár. Jó, körülnéztünk ott a kertben, azt mondja nekem az apám, a Rebbe, azt mondja, szeretnék itt Vilelem a német császár sátrában bemenni. Erre azt mondtam az apámnak, hogy szerintem Isten segítségével sikerülni fog. Jó, ott a kertben voltak ilyen asztalak, padak, és voltak ott kiszolgálók, akik kiszolgáltak a vendégeket. Jó, mi leültünk az egyik padon, és akkor oda jött egy kiszolgáló pincér, és kértünk ásványvizet. Amikor hozott nekünk ásványvizet, akkor adtam neki borravalót, vagy fizettem neki egy nagy pénzérmével, és azt mondtam, tartsa meg a különböztet. És ez pedig sok volt. Uha! Erre nagyon meg volt hatódva, de utána azt mondtam neki, figyelj, ebben a sátorban szeretnénk bemenni. Van rá lehetőség? Ugye a német császár, vagy erre megértette, hogy hálásak leszünk neki, erre azt mondta, el lehet ezt intézni, csak kérem várjan, ameddig a forgalom egy kicsit kevésebb lesz, kevésebb ember lesz itt, nem lesz annyira feltűnő, akkor majd fogtak oda. Fogtok tudni oda bemenni. Erre azt csinálták, hogy két őr odaállt a sátor két oldaláról, így gondolom eltakarták talán a bejáratot, így kintről nem nagyon lehetett látni, mi folyik bent, és a Rebbe bement ebben a sátorban, és ott volt egy kis íróasztal, rajta papírok, toll, tinta, és egy fotel. Erre az apám a Rebbe leült a fotelbe, és érdekes megjegyzés, azt mondta, a kluge stúl, ez egy bölcs fotel. Nem pontosan mit jelent bölcs fotel, leült, és ott ült, írt egy mély gondolatot a haszidizmusból, és elment. Ez nagyon érdekes, ez egy nagyon misztikus dolog, úgy tűnik, hogy a Rebének valami hatással akart lenni a német uralkodó fölött. Ugye szombaton és vasárnapon volt Kiszlev 19 és 20, amikor ünnepelünk az Alter Rebbe, Rabbi Schneur Zalman, az első Chabad Rebbe-nek a szabadulását. Erre azt mondja, hogy volt egyszer a Fabrengen jutett Kiszlev 19-en 1913-ban, hogy lehet ez 12 vége, lehet ez december, igen, inkább 1912 decemberében, az körülbelül ugye Hanuka előtt általában, és erre, amikor ugye volt egy fábrenge, kezet mosta a kenyer fölött, és egy jó fábrenge volt, és utána az asztali áldásnál a bencsalásban, akkor az előző Rebbe, a hatodik Rebbe a bencsalásban azt mondta az Alhanisim betoldás. Ez nagyon érdekes, ugye? Mert van egy olyan betoldás, az a bencsolás második bekezdése után, ahol általában az egy betoldásban áll a Nisim is a csodákért, ami történt vel a ősénkkel azokban a napokban, ebben az időben. És ott beszél Hanukáról, akkor van egy bekezdés. Hanukáról utána, és utána Púrimkor van egy bekezdés, ahol beszélünk Púrim ünnepéről.
Most jutott Kiszlav, szintén egy nagy csoda volt, erre a hatodik rebe, az első pár sort, az Alamiszim, a csodákért, ami történtek azokban a napokban, ebben az időben, azt elmondta. Természetesen folytatása nem, mert mondta, nem Hánukáról szól is, mert nem volt Hánuk és nem volt Púrim, de maga az említette a bencsolásban ezt a bekezdést, ami érdekes. És utána mesélte, az előző rebe mesélt akar-e történetet, azt hiszem, hogy valahol elő már szó volt róla, de most nem emlékszem biztosan, és mindenképpen ez egy szép történet. Erre azt mondja, hogy amikor az előző rebe, Rabbi Yosef Yitzchak gyerek volt, akkor volt neki egy tanár, annak a mozaik neve az Rasbac, és rendesen Harav Shmuel Becalel. Ez a Shmuel Becalel egy öreg haszid volt, és ő volt a tanárja a Rebenak a gyerekének. És a esti mesét ő mesélte a gyereknek, így mindenféle ilyen haszid történeteket meséltek. És egyszer a következőt meséltek. Egyszer volt egy kocsis az egyik településen, akinek az volt a munkája, hogy ő vitte, szállította az embereket a városból a pályaudvarra, és onnan be a városba. És mivel a vonatok korán reggel indulnak, ezért még korábban kelt fel ő is, és a 15 éves fia, aki segített neki a munkában. Ugye nyáron ilyenkor már hajnal 2-kor, 3-kor már világosság van, akkor korán keltek, imádkoztak, ettek, utána a lovakat etettek és készítettek őket az útra, és így korán reggel már tudtak indulni. Ez volt egész nyáron. Igen ám, de nyáron van 2 bőtnap a Szent Éle rombolása után. Az első az Tammuz 17-e. Úgy tűnik, hogy az apa is és a fia is 2 nagy amórec volt, és elég tudatlan volt, az apja kicsivel többet tudott, de a fiú 15 éves, nem tanult jösiván, elég tudatlan volt. És erre felkelnek Tammuz 17-en rendesen, és jó, imádkoznak ima után, azt mondja az apja neki, figyelj, ma nem eszünk, mert ma bőt nap van. Jó, az első órákban még bírta, de délután már nagyon akart enni. Mikor lehet már enni? Mikor lehet már enni? És nagyon mérges volt, hogy mi az, hogy egyszer csak van egy bőt nap. Úgy tűnik, nem emlékezett, a tavaly is volt, hogy ugyanekkor egy bőt nap. Jó, nagyon mérges volt, hogy csak késő este, amikor ugye csillagok feljövetele után tudtak enni. Másnap az apja ébreszti korán reggel szokás szerint, azt mondja, hogy nem, én nem kellek. Tegnap keltem és nem kaptam ételt, ma nem kellek. Erre azt mondja neki az apja, nem. Heint is nit nechten, ma az nem tegnap. Tegnap történt, ami történt, volt, ami volt, ma ez teljesen másnap van. És miért mesélt ezt a történetet? Az embernek mindig kell, hogy az új nap van, hogy az új nap ne legyen tegnapnak az ismétlése minden hibájával együtt, hanem legyen jobb. És erre a Rasbac, a tanár a gyereknek, a Rebenak a gyerekének ilyen ütetett kicsit a hátára, azt mondja, stéjúb, ébresztés, ma az nem tegnap. Ugye így mesélte a történetet, még mutatta, hogy hogyan csinálta az apja a gyereknek. Az igazság az, hogy jól emlékszem, volt ennek egy picit más, színesebb verziója ennek a talán karában, hogy ima után a gyerek szeretne enni, azt mondja az apa, nem, most nem. Itt egy órával később, most nem. Arra azt gondolod, mielőtt ki fognak menni, a pályaudvarra fognak enni, akkor megint azt mondja neki az apja, most nem.
azt gondolod, mikor vissza fognak jönni a pályaudvar első körben, most nem. Így ment el az egész nap, az apja állandóan azt mondja neki, most nem, estig. És erre másnap a fiú azt mondta, hogy így nem fog menni, inkább nem kell, és akkor az apja megígérte, hogy heint is nicht nechte, ma nem, tegnap, mai nap sokkal jobb nap lesz, mint tegnap. Aztán szintén erről a Fálbrengenről azt mondja, hogy az egyik gazdag hasid, Zelke Persic, aki moszkvai volt, ő azt kívánta a Rebének, hogy adjan Isten a Rebenek ne menjen nyaralni külföldre. Mert sajnos a Rebe beteg volt, és sokszor kellett mennie nyaralni a Franciaországba, Németországban, ahol tudtak kezelést is adni neki, mert mindenféle betegsége volt. És akkor erre azt mondta neki, hogy a Rebe ne menjen nyaralni külföldre, azt mondta, hogy a Rebe egészséges legyen. Erre a Rebe azt válaszolt, higgy el, hogy azt mondja a Rebe, lényeg a Rebe azt akarta mondani neki, nekem nem egy élmény utazni Franciaországban, azt mondja, én nem szeretnék adni, Isten az én tanúm, hogy amikor elutazok innen, ez olyan, mint az élettől elutazok, mert az én életem az, amikor tudok haszidizmust mondani, tanítani a haszidoknak, és láttam, hogy a zsidók megtanulják ezt a haszidizmust. Ez az én életem, ami azt jelenti, higgy el, hogy egyáltalán nem élvezek ezeket az utakat, és nem is szeretnék utazni. Azt mondja, folytatja a Rebbe, az ember és az Isten között nincs semmi, ami megszakíthatja, nem engedi a kapcsolatot az ember és az Isten között, kivéve, ha a test beteg. A test beteg, akkor az ember nem képes úgy imádkozni, nem képes úgy tanulni, nem képes úgy ilyen lelkesen tenni a micvákat, ami azt jelenti, hogy lényegében azt mondja, hogy adjan Istened, egészséges legyek, és tényleg nem fogok utazni sehova. Azt mondja ugyanígy annál a Fálbrengennél, akkor a Rebbe azt mondta ennek a Zelke Persicnak, ó, te 1897-ben születtél, volt egy ilyen kifejezés. Mert azt mondja az író, azt mondja, nem értettem, azt mondja, én születem 1897, és a Zelke Persic jó pár évvel idősebb nálam, de utána megértettem, amikor Rebbe azt mondta, hogy 1897-ben születtem, akkor arra gondolta, hogy akkor lett ő haszid, akkor jött először a Rebbehez, és akkor bizonyos szempontból olyannak számít, mint ha akkor lett volna, akkor született volna. Egy másik haszidor azt mondta, ó, ő már egy született haszid, mert őt haszid családban nőtt fel, és ezért ő már első perctől kezdve már haszid volt. Aztán 1916 nyaran, nyár végén, akkor van Rosh Hashanah, új év, és a Rebbe Rasab volt ilyen valami nyaralóban, Szlavinszk mellett. Erre azt mondja, már ott volt nyáron, és akkor így már maradt már nagy ünnepekre, és erre sok vendég, azt mondja, házas ember és fiúk a Jösívából jöttek Rosh Hashanah-ra a Rebbehez. Azt mondja, bőven volt hol enni, mert ez már szezon után volt, már nem voltak itt más vendégek, és ezért a házak szabadok voltak, lehetett bérelni szobákat. A probléma az volt, hogy nem volt étterem, mert amikor a vendégek elutaznak, akkor a kóser étterem bezár,
és ezért nem nagyon volt mit enni. Azt mondja, volt az egyik hászidat valami otthonában egy ilyen kis, nagyon kis éttermet működött, azt csak egy pár embert tudott ellátni, és ezért ettek minden féléket, dinnyet, gyümölcset, sós halakat és hasonló. Hát azt mondja, ez étel nem volt a legjobb, és hasmenésük lett a fiúknak, és voltak olyanok, akik hasmenés is még hánytak, mert azt mondja, a víz nem is volt felforrolva, csak hideg vizet ittak, amiért további probléma, meg gondolom az a víz nem volt nagyon egészséges. Erre azt mondja, én és mások itt próbáltunk segíteni a fiókra kezdeni őket, de voltak olyanok, akik kicsit ilyen elég betegek voltak, és erre nem tudtam mit csinálni. Erre, amikor a Rebbe hazajött az imából, oda mentem a Rebbe, és meséltem a Rebbének pontosan mi a helyzet, mi a betegségük, hogy vannak, és erre Rebbe azt mondta, menj el a patikába, és vegy el ilyen is ilyen inzmacua, nem tudom, most gondolom, valami gyógyszerféle, ilyen is ilyen kis folyadék, mindenkinek adjál 15 és 20 csöpp között, és mit tudom én, és még ez is, és az is, és legyen mindenki egészséges. Jó, kaptam a pénzt is a patikára, és elmentem, és tényleg ez az, ami segített mindenkinek. 1917-ben volt egy további történet, rabbi konferencia Moszkvában, és ugye az a forradalom után volt, mindenkinek, a zsidóknak is volt egyenjogok, és ezért összeültek a rabbik és a zsidó nép vezetőit, hogy mindenféle kérdéseket megtárgyalni a zsidó nevelésről és más dolgokról. Erre jöttek Moszkvában, és azt mondja a Rebbe Rasab, és az ötödik Rebbe is jött, Rabbi Shalom Dovber, és ugyanígy a hatodik Rebbe, a fia is jött vele, és én voltam az, aki velük voltam végig, kiszolgáltam őket. Erre később ki fog derülni, hogy ő már házas volt, a Falekán, aki írja ezeket, de Moszkva mellett lakott, és erre a Rebbe jött Moszkvában, akkor ő bejött segíteni a Rebbének. Erre volt egy haszid, az volt a neve, Monesszan. Vezeték neve az Monesszan, és a neve az Monesz. És neki a vejes unoköccse volt Chaim Monesszan, és az ő házat kapott a Rebbe, mert az ő családja nyaralt, és akkor a ház üres volt. Azt mondja, az ételt az én szüleim, a Fale Kánnak a szülei készítették, apám bevásárolt, anyukám megfőzte, minden a legszebb és a legjobbat igyekeztek adni a Rebbének, és ugyanígy a főzés, nagyon odafigyelt az anyukám. És a kész ételt elhoztak a Rebbehez, és én is még valaki, egy bóher segítettünk ott. Erre, mielőtt kezdett az egész, megkérdeztem a Rebbét, hogy legyen itt, ugye a kósersággal. Erre azt mondta a Rebbe, első dolog az, azt szeretném, hogy minden edén, úgy nevezte első edén. Első edén azt jelenti minden olyan edén, ami tűzhez, azt jelenti, ami forró tűzre kerül, azt jelenti minden lábas, és ilyesmi az új legyen. Azt jelenti, itt a kósersági szempontból hiába egy zsidó házban volt, hogy vallásosok voltak, haszidok voltak, azt mondta, minden lábas legyen új. És a többi edény az legyen, amit tőletek, a te szüleid, a kón
házából való. Innen nem szeretnék használni csak olyasmit, amit hidegre használjuk. Azt jelenti, abban a házban, ahol volt a helyi edényeket, csak hidegre akarta használni, tányérak, evőeszközt a kónaktól, és a lábasok is ilyesmi új legyen. Azt mondja, 11 napig volt ott, egy Sábesz, és az történt, hogy pénteken anyukám főzött cimesz. Cimesz az felföld, most magyarul nem jut eszembe, hogy a hús mellett ilyen kis lisztből való, nem nakedli, hanem nem emlékszem most ez a felföld, de valaki majd fog segíteni itt. Azt az anyukám véletlenül nem a új edém lábasban készített, hanem a sajátjában. Ó, meg kellett kérdezni a Rebétől, hogy mi legyen. Erre azt mondja a Rebe, ugyanállatok, ti nem vettek ilyen hús tarhanya, igaz? Köszönöm szépen, Miriam, tarhanya. És ugye a kón anyuka a saját kóser lábasban készítette, de Rebe azt kérte, hogy minden lábas új legyen és saját legyen. Azt mondja, hogy ugye te nem vettek csak bármilyen sima kóser, azt mondja, azt válaszoltam, nem, mi csak nagyon kóser veszünk, akkor a Rebe ezt elfogadta. A Rebe ezt elfogadta. És innentől kezdve azt mondta, hogy minden zsidó házban van húsos, lábas és teljes lábas, ezen kívül van Pesachra való és hétköznapra való, azt mondja, az nálunk volt, de pluszban volt nálunk a Rebenek való, mert azt külön vettünk új lábast és ilyesmi, és akkor felretettünk, hogy ahányszor a Rebe jönni fog, ezt fogunk használni. Azt mondja, később, mikor 1920-ban a Rebe meghalt, és akkor a fia a hatodik Rebe lett a Rebe, akkor továbbra is, amikor jött Moszkvában, ezekben a Rebe edényeket használtunk, és akkor az volt nálunk egy plusz szett étkészlet. Azt mondja, 22-ben, 23-ban, 24-ben volt a Rebbe, az már a hatodik Rebbe, Rebbe Josef Yitzchak volt Moszkvában, és akkor mindig ezekben az edényekben főztünk neki. Erre nagyon érdekes további történet. Első nap, amikor a Rebbe érkezett Moszkvába, akkor jöttek mindenféle emberek, jöttek beszélgetni a Rebbével, és a Rebbe kért, hogy hozzak egy kis teát az asztalra. Erre volt egy vízmelegítő, és abból készítettem teát a vendégnek is, és a Rebbének is. De a Rebbe tovább beszélgetett, és nem nyúlt és nem ivott a tejából. Erre egy idő után, amikor a teja már teljesen hideg volt, akkor cseréltem, és mondtam, hát ez már hideg, akkor hoztam egy másik teját. És ebben megint nem nyúlt hozzá. Erre, amikor kimentem a másik szobában, kérdezi a Rebbenek a fia, a későbbi Rebbe, Rebbe Josef Yitzchak, hogy mi a helyzet, ki van apámnál, és elmondtam neki. Erre mond apám már valamit kóstolt, elmondtam neki, hogy már kétszer is hoztam neki teát, de nem itta. Erre azt kérdezte, honnan vette le a forró vizet? Erre azt mondta, itt a szamovárból, a vízmelegítőből. Azt mondta, na, azt mondja, a csomagainkban van egy elektromos vízmelegítő. Kérem, abban felforralni a vizet, és akkor apám fogja inni. Jó, erre elővettem a csomagból, a Rebbenek a csomagjából a elektromos vízmelegítőt. Igen, ám, de én nem voltam járatos ebben, én nem ismertem, hogyan kell használni. Mert én még nem ismertem ezeket a modern edényeket. Erre megkérdeztem a Rabbi Josef Yitzchakot, hogyan kell használni, és megmutatta nekem, és így készítettem új teát, ez már a harmadik, bevittem a Rebbenek,
A Rebbe nem kérdezett semmit, én nem mondtam semmit, de most szó nélkül megitta. Az első nem kérdezett semmit, és az első kettőt nem itta meg, és most megint nem kérdezett, de valahogy tudta, hogy ez most a saját vízmelegítőben, elektromos vízmelegítőben kérdezett, és akkor azt megitta. Később azt mondja nekem, hogy József Yitzhak, azt mondja, apám egyszer Simchas Torah-kor, ugye nagy ünnepek végén a következőről beszélt. Azt mondta, ugye a Simchas Torah két napos ünnep, a Szukkot, Sátrak ünnep végén, a Szukkot ünnep 8. napja Smini Atzeret, és a 9. napja Simchas Torah, amikor táncolunk a Tórával, és akkor fejezzük be olvasni az egész évi ciklust. És erre az apám azt mondta, figyelj, Rosh Hashanakor, új évkor, Jom Kippurkor, engészteles napja, mindenki felébred, mindenki nagyon lelkes, mindenki eldönt mindenféle dolgokat, milyen rossz dolgokat nem fog tenni, milyen jó dolgokat fog tenni. Hát utána évközben nem mindig jut kifejezésre valójában ezek a... Nem lehet látni ezt a lelkeséget. Semmi más, mint tavaly. Erre azt mondja, ezért kell a ceret. A ceret azt jelenti, hogy meg kell állni, és az embernek el kell dönteni, hogy egy konkrét dolgot, mi az, amit jövő évben fog másképpen csinálni. És ez segít abban, hogy nem csak az, amit eldöntett, hanem az egész lelkességet azt is be tudja fogadni, és sajátjával tenni, és megtartani, és ezt használni egész évben. Azt mondja, régen az apám ivott a sima vízmelegítőből, gondolom a sima vízmelegítő az tüzen van, tüzen teszik, de utána abba hagyta. Oké, ezért most már nem iszik ilyen forró vizet. Jó? Voltak a haszidak Moszkvában, és meséltem nekik ezt az egész történetet. Ott voltak a rabbik, a Lévi Yitzhak Schneerson rabbi, az pedig a mi rebénknak az apja, Mendel Chain, Medallia, különböző rabbik. És ők, amikor hallottak ezt a történetet, törtek a fejüket, hogy mi a probléma, milyen probléma lehetett vízmelegítőben, amikor csak vizet forralnak bele. Azt jelenti, nincs olyan probléma, hogy talán húst főztek benne, vagy talán nem kóser tejet tettek benne, mert csak egy vízforralóban, egy szamoválban csak víz van. Akkor hol lehet a probléma? Milyen probléma? Milyen kósersági probléma az, és miért jobb, ha az embernek van egy saját elektromos vízmelegítőd, és miért nem tudja minden rendes vízmelegítőt használni? Nem volt könnyű rájönni, hogy hol lehet a probléma. A végén azt mondja, abban sem vagyok biztos, hogy Rebbe elmagyarázta, vagy ők maguk rájöttek erre. Azt mondtak, na, lehetett probléma. Ha valaki ugye az van olyan halakás Shulchan Aruchban, hogy ha valaki szombaton főz, akkor ugye azt, amit főzett szombaton magának, azt nem szabad még hétköznapon se elfogyasztani, és még az edén is olyanak számít, hogy tréflit főztek benne. És ez azt mondja, az apám tartott attól, hogy van egy olyan vízmelegítő, ami nem lehet tudni ki használta, talán egy zsidó véletlen szombaton felforrult vizet benne, és akkor az nem számít kósernak. És ezért csak a saját vízmelegítőt akart használni. Ez egy nagyon-nagyon ilyen szigorítás, mert valójában még ha valaki főzött volna, forrott volna benne ebbe Sábeszkor forró vizet, akkor csak ő neki nem lett volna szabad fagyasztani, és a számára olyanak számít, mintha nem kósed volt benne. De más embernek szabad, és akkor mivel nem a Rebbe a Sáb részére forroltak fel, akkor semmi probléma nem lett, mert akkor részére nem számít ez, ahogy nem kósernak. De mégis ez volt egy plusz szigarítás, magára vettes, mert a Rebbe a Sáb
nagyon sok szigorítást állandóan tett hozzá, ugye mondtad, minden évben újra és újra, újabb és újabb szigorítást vett magára. És köszönöm Izabellának a jó kívánságaimat a születésnapomra. Csak azt kell tudni, hogy ugye gondolom mindenki a Facebookból tudja, hogy mikor van a születésnapom, csak károd a Facebook nem tudja emlékezni, hogy mi a valódi születésnapom, mert a december 5-e az a polgári dátum, a zsidó dátum az Kiszlev 11, és most pedig Kiszlev 22 van, azt jelenti 11 nappal ezelőtt volt, de mindenképpen soha nem késő kívánni jó kívánságokat, és köszönöm szépen mindenkinek, aki írt mai napon, messengeren, vagy e-mailen, vagy WhatsAppon a jó kívánságokat, köszönöm szépen. Egyébként azt szoktam mondani, ez egy olyan ünnepség, hogy mindenkinek van belőle, és mindenkinek egyenlően egyet kap minden évben. És mindenképpen köszönöm szépen. Egy további történet a Rebera Sábra az, hogy milyen szigorítás vett magára, hogy a Rebera Sábra azt mondta nekem, talán tudsz egy kis süteményt szerezni nekem. És azért tette olyan sütemény, amit én meg fogok enni, ez azt jelenti olyan sütemény, ami csak tiszta mézet használtak, és azt ilyent sikerült beszerezni. Azt mondja a szerző. Én emlékszem, 1908-ban, amikor jöttem Lubavitchban, akkor voltak olyan sütemény, amit a Smuela cipész készítette, és az nagyon-nagyon kóser volt, és az tejjel készült, és a Rebera Sáb evett belőle. Most már csak, itt már 1917-ben most már csak olyan süteményt evett, ami tiszta mézből készült. Azt mondta, ez is további szigorítást, amit a Rebera Sáb vett magára, mert a tiszta méz az a legkóserebb dolog. A tej, ugye jelen kellett legyen egy zsidó, nem zsidó tej, nem kóser, és ezért inkább a tejet, ezért olyan, csak olyan süteményt fogyasztott, amiben tiszta mézből készült. Erre érdekes a következő történetet mondtunk, hogy mai napon meséltünk, hogy volt ez a Hasid Zelke Persic, aki volt Lubavitchban, aki kívánta Rebenek, hogy legyen egészséges. Most Moszkvában, várjál, a Zelke Persic volt, várjál, nehogy összekeverjem. Igen, Zelke Persic. Jó. Előbb szó volt a Zelke Persicről, most pedig Zelke Persicnak a rokona Zelik Persic. Zelik Persic. A Zelik Persic, amikor hallotta, de Rebe ott van Moszkvában, eljött a Rebehez és beszélgettek. És akkor beszélgettek, én azt mondja, én is bent voltam, és erre kiderül, hogy ugye a forradalom óta megszűnt az a fajta korlát, hogy a zsidóknak nem szabad lakniuk mindenhol. Mert a cári időben volt egy olyan kegyetlen dekrétum, ami nem engedte a zsidóknak a nagyvárosokban élni, és ez azért volt, mert a zsidók azok mindig nem loálisak, tartani kell tőlük, hogy a támadnak Oroszországot, akik a másik oldalra fognak állni, és ezért különböző helyekről a határ melletti városokból ki voltak zárva, és még sok más helyről. És ez nagyon nehéz volt a zsidóknak, mert nem mindenhol lehet munkát találni, és normál munkát, megéletést, olyasmi, amit kell a megéletésre. No, most már a forradalom óta ugye megszűnt ez a korlát, erre rengeteg zsidó jött Moszkvába, vagy a környező falvakban. Erre az a Zelik Persic egy jösivát nyitott
Moszkva mellett, Bogordiszkban. De hát őt ilyen kicsit ilyen cionista hajlama volt, és ezért ebben a jesivában héberül ment az oktatás. És a Rebbe ezen mérges volt, és azt mondta már a második szentély idejében, sőt meg az első szentély ideje végén, azt jelenti polgári időszámítás előtt körülbelül 400-500-ban már a zsidók nem beszéltek héberül. Miért nem beszéltek héberül? Mert a szent nyelvet lassan akkor is nem akartak használni profán dolgokra. És akkor miért van az, hogy a te jesivádban tanulnak héberül? Erre azt mondja ez a Zelig Persit, Rebbe, én nem vagyok rabbi, én nem tudok jesivát vezetni, ez nem nekem, én nem tudok programot csinálni. Csináltam, amit tudtam, de Rebbe akarja, én szívesen átadom rabbiknak, hogy ők vezessenek a jesivát, csinálják azt, ami helyes ott. Erre Rebbe mérges lett rá, és azt mondja, szívesen átadnál, én itt vagyok, akkor miért nem adott át a jesivát? Te nem akarsz átadni a jesivát, mert te ragaszkodsz ahhoz, hogy héberül tanuljanak ott. Ez érdekes, egy kicsit. Később még van egy hosszú írása is a Rebbenek, ahol bebizonyítja, azt mondja, a héberül egész nap tanulni, még minden napi dolgokra, azt mondja, ez nem egy jó dolog, azt mondja, nem véletlen van az, hogy a zsidók sok-sok-sok száz éven keresztül beszéltek jidisül, nem az, mert nem tudtak héberül, mert nem akartak használni a hébert mindenféle hétköznapi dolgokra, de a tanulásra, tórai levelezésekre is értének, használtak a hébert. Azt mondja, ugyanez a Zelig Persic, amiben látjuk, hogy egy kicsit ilyen modernebb hászid volt. Amikor a Rebbe ott volt Moszkvában, akkor volt épp a fiának a bar micvája. És azt mondja, több mint 500 vendég volt meghívva erre a bar micvára, nagyon sok fontos ember, és a Rebbe is ott volt, és más hászidok is ott voltak. Erre azt mondja a szerző, az apám is ott volt a bar micván, és azt mondja, természetesen glatt kóser volt ott minden, a kaja az mind nagyon kóser volt, de a Rebbe evett, a halat megette ott, de a húst nem akart fagyasztani. Erre mit csinált? Azt mondta, vila és kés a kezében, és eljátszotta magát a hússal, úgy, hogy mindenki csak egy percre ránézett a Rebbe, akkor látta, a Rebbe el van fogva a húsevésed, de valójában csak darabolta a húst, és arrébb tatta a vilával, így, úgy, de nem ette. Nem ette meg, mert a Rebbe nagyon vigyázott, hogy mit eszik. Azt mondja, hogy egyik étkezésen valamelyik szúdan, nem egy szombati, hallom, de a Rebbe ilyen halkan beszél, mint a magának, azt mondja, elül van, elül, azt jelenti, hogy utolsó hónap, Rosh Hashanah új év előtt, elül van, és csak így elmegy az idő semmivel. Ezt hallottam, de a Rebbe mondja, és akkor csodálkoztam, hogy tényleg az idő, a Rebbenek az idő elmegy semmi, és akkor meséltem ezt más házidnak. Erre azt mondta, igen, a Rebbe mondta, de rád gondol, de a Rebbenek az idő nem megy el semmivel, hanem rád gondolt, úgy mondta, mint a magára gondolna, de valójában neked szól. Jó, ez csak egy ilyen belemagyarázás, mert a Rebbe tényleg szerény volt. Moszkvában volt egy doktor Schneerson, aki egy orvos volt, és ő is, és a felesége is a Rebbenek a rokonjai voltak, de hát már messze voltak a haszid életmódról, nem is vagyok biztos, hogy egyáltalán vallásosak voltak. És azt mondja, egyszer, mikor ott voltam, csengett a telefon, és Dr. Schneerson volt a vonalban, és kérdezte, mikor lehet jönni a Rebbehez meglátogatni. Erre megkérdeztem a Rebbet, és a Rebbe elmondta nekem, hogy mikor tudnak jönni.
és akkor megbeszélt időt, és a Rebbe mondta, hogy tegye az asztalra, mit az én süteményt, ezt, azt, és később, mielőtt a doktor és a feleség jött, azt mondja, Rebbe nekem mosolyan, hát, nem kell engem irigyelni, azt mondja, Rebbe akarta megtisztelni, mert rokonok voltak, de hát már ő másfajta, másképpen élte meg a zsidóságot. Később azt mondja, amikor csomagolnia kellett, és már visszamentek Rostovban, akkor a Rebbe ment, mondta nekem pontosan, hogyan kell csomagolni. Vannak olyan csomagok, amit lehet betenni a vonaton, ahol a csomagok tesznek, és van olyan, amit a Rebbével felmegy a vonatra, így azt mondja, és mondta, a legfontosabb kis csomag, amire azt mondta, azt tarts a kezedben, és amikor mindenki leült, és mindenki helyen van, akkor azt adjál nekem. Ha valaki emlékszik, hogy volt már az a történet, amikor a Rebbenek a csomagja mindenféle fontos könyvvel, ami tanulásra kellett, az eltűnt, és nehézen kapta vissza, szóval a Rebbe most már nagyon vigyázott a legfontosabb csomagra. És akkor az utolsó történetben, vagy az utolsó előtti, azt mondja, hogy jött a tej, akkor azt mondja, én Alekszandrovban éltem a Moszkva mellett, azt mondja, nem is, azt mondja, de ilyen pár órás út Moszkvából, és egész idő alatt maradtam Moszkvában, a feleségem gondoskodott a tejért, velünk szemben, ahol laktunk, velünk szemben volt ott valaki tartott tehenet, és a feleségem személyesen átment oda a fejésre, és akkor itt kóser volt, és azt pedig átküldte Moszkvában, Moszkvába küldte a Rebbének. Így volt minden nap, küldött valakit három órás út. Érdekes, azt mondja, volt valaki egy sakte, aki egyszer hozott a Rebbének természetesen kóser tejet, és a Rebbe nem akart, és ez tényleg egy szép tőle, de Rebbe nem akart inni belőle, de azt mondja, a mi tejünket a Rebbe ivad, és nem kérdezett semmit, mert bízott bennünk, szóval ilyen, a Rebbe jobban bízott benne, mint más hászidokban. Én azt mondta, és közben mesélél, de Rebbe egyszer mesélte nekem, hogy mesélnek az egyik rabbiról régről, hogy volt neki botja, amivel járt, és rá volt írva, három betű rá volt vésve. Gimel, Zayen, Yud. Gimel, Zayen, Yud, azt mondja, Gam, Zeyavor, ez is el fog múlni. Azt mondja, az embernek nagy sikeres napjai vannak, akkor is tudjon, ez el fog múlni, nem fog örökké tartani a sikert, ha pedig rossz napjai vannak, akkor azt is kell tudni, hogy nem fog örökké tartani a rossz napok. Na, akkor ezek voltak történetek a mai napra, és köszönöm a figyelmet mindenkinek, közül még ezzel említem, hogy készüljön Hanukára, csütörtökön este már gyűjteni kell az első gyertet, ha valakinek kell gyertyája, vagy megnórat is, minden reggel a Vasváriban át lehet venni, ott van mindenkinek van elég, mindenképpen csütörtökön este gyűjtünk meg az első gyertyát. Még egyszer köszönöm mindenkinek a jó kívánságait, és készüljünk fel holnapra nagyon jó kérdésekkel, mert holnap lesz szerdán, amikor a Kérdezd a Rabbit programban lehet kérdéseket feltenni, igyekszem rájuk válaszolni. Köszönöm a figyelmet, jó éjszakát kívánok mindenkinek, sziasztok!